Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jönnek is BF4 éjszakai kalandozások a TNA tagjaival, és végre ugyebár kijött a, az új patch, nevezzük így, mert szerettem volna azt mondani, hogy kijöttek az éjszakai pályák, de nem jöttek ki az éjszakai pályák, csak kijött az éjszakai pálya, ami egy kicsi azért csalódás, hogy legalább visszámolom, nem tudom. Tehát azért nem nagyon játszottam battlefield egy kicsit untam már, nagyon vártam már ezeket az éjszakai pályákat, szerettem volna egy jót szórakozni. Erre így, ezt a egy és amúgy meg benne van egy éjszakai pálya. Nem mellesleg fingunk sincs, hogy mi lesz a másik kettővel. Ugye ott van még amúgy a Golmund Railway és a Siege of Shanghai éjszakai változatban is úgy volt, hogy kijönnek ezzel a nem, mi kaptunk egy zavodot, aztán kus legyen, mert ingyen van, jó, ingyen van. És most már azért kicsit vicces. Másfél éves lesz lassan a játék, de pecselgetjük még, még adunk. elhiszem hogy az ilyen tesztjáték lett most már a grafikai motorra, de legalább csinálnak valamit persze. De... Miért nem lehetett kihagyni a többi pályát is? Nem tudom, mi volt olyan nehéz? Már annyit húzták ezt, és most még nem adjuk ki, akkor nem jó, Még ez nem jó, még az nem jó, ezt a végre hozzánk dobtak egy zavonot. Ami amúgy tök jó. Tehát az pályák móka, és um, hogyha az orosz kezdőn vagy, um, egy üres szerveren, és az orosz kezdőnél lévő kis lámpát lekapcsolod, um, miközben fölmész az ott található házba, akkor hallani fogsz egy ilyen démoni hangot, ahogy beszél, de igazából egy um, visszafelé lejátszott, lassított hang. Ha azt előre megfordítod, előre lejátszott kicsit felgyorsítva, akkor a Battlefield 2 DVD-n található kampányszöveget fogod olvasni. Ma is hallani, bocsánat. Na, úgyhogy beleraktak még egy ilyen easter is, biztos lesz valami következmény ennek is mondjuk ez a előjel, a battlefield meg ki tudja mit, tudom én. Majd kiderül, hogy a Jack kinyomozzák. De a lényeg az, hogy itt van nekünk most ez a kis zavod éjszakai. Na most, hogy új, mennyire új ez a pálya. Igazából azt tűnt fel, hogy azon kívül is sötét van, nagyon semmi új nincs benne főleg annak, ha ki ismeri az útvonalakat, akkor az, az, nem fog meglepődni. Amit viszont nagyon-nagyon fog élvezni a tapasztalt a játékos zavodban, az, az az előny, hogy ismeri a pályát. Tehát ha a tapasztalat játékos vagy, az az előny, hogy ismered a pályát, az nagyban-nagyban fog tetszeni, mivel hogy a kevésbé magasabb rangúak, vagy azok, akik kevésbé ismerik jól a pályát, azok, azok nagyon el lesznek tévedve sokszor, de még úgy, hogy ott lesznek melletted, és akkor se vesznek észre. És ilyen uh, elég érdekes csaták születnek, és nagyon emiatt nagyon élvezetessé válik uh, a játék, azt kell mondjam. Uh, a kempet azért nem szüntette meg, szóval a még trükkösebb játékosok nagyon tudják, hogy honnan kell ráközelíteni a pályára, a pontokra, hogyha a conquest van szó, hogy ahogy meglepetést okozzanak, a szniperek nagyon jól tudják, hogy honnan kell csipázni. Aki abban reménykedett, hogy a tetőken megszűnt, sajnos nem szűnt meg, csak nem lett olyan, nem terjedt ki olyan hatalmas távolságra, most már csak a DSC környékére korlátozik, mivel hogy a pálya fölülről ilyen teljesen ködbe van borítva gyakorlatilag, és nagyon jól néz ki, meg van maga e, horrorisztikus faktora. E, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó, tehát újat nem hoz a pálya, hogyha ismered az útvonalakat, újat a csatákban fog hozni, abban, hogy meglepődsz, hogy hogy mennyire ö, nem reagálnak a játékosok, vagy mennyire a nappali ö, irányelvek szerint próbálnak játszani, pedig most igazán, igazán megvan a lehetőség arra, hogy olyan ö, szögekből közel is meg csatákat, pályákat, hogy ö, igazán ö, jó legyen, vagy hogy igazán előnyödre váljon a csata. És akkor most ebből jön a, a dolog, hogy hát akkor milyen fegyver, vagy milyen fegyver összeállítást csináljunk, és... A tankokra jól jön az infra egyébként, főleg, hogyha a távolabbi célok, célpontokat is ki szeretnéd lőni, és ajánlott is az infra a távolabbi célpontokra, mert az igazság az, hogy a tankozol és normális statot akarsz elő, amúgy is egy bizonyos biztonságos távolságból lövöd ki az ellenfeleket, ugye, és az, az nem jön, jön rosszul az infra, mert az ellenfelek is távolról fognak rpg akkor és viszont őket nem fogod látni a nagyon távol, úgyhogy a tankokra nagyon jó jön az infra, Na, de viszont ugye itt van ez a bizonyos uh, ugye közelharci téma a fegyverekkel, és hogy uh, mit érdemes rárakni a fegyvere, és mit nem érdemes rárakni, és akkor így próbálgattam a fegyvereket, és ugye mindenki infra, 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 és azt kell mondjam, hogy az számomra az infra nagyon-nagyon idegesítő volt, mert annyira lecsökkentette a a látás, látási viszonyokat, ha bár élesen láttam magát a célt, amire lőni kell, de amúgy általánosan a képernyőnek több mint a felét levágta, és nem láttam semmit a környezetemből, és azon kaptam magam, amíg infrával lövök egy ellenfelet, addigra valóan oldalról, vagy széről azokra a részekre, amiket nem láttam, ugye a képernyőn valóan lelőttek, és ez nagyon frusztráló és zavaró kezdett lenni, úgyhogy mindez le lett cserélve egy pitor és egy Red és ez számomra legtökéletesebbnek bizonyul. Szóval távolra is megfelelően látni. A spotolás, ugye hihetetlenül távolról már nem lehet spotolni ellenfeleket, csak közelebbről, de az Viszont hatalmas segítség, szóval arra gondoljátok, hogyha uh, spotoltok, igazából magatoknak spotoltak, nem úgy csak az uh, társaitoknak, és lőjétek a spotot. Az, hogyha magát a spototok lövitek, tehát ilyen 10-ből 6-7-szer headshotot is fogtok adni, mert annyira, annyira kényelmesé teszi a célzást, azt kell, hogy mondjam. A másik pedig... Uh, én azt mondom, óvakodjatok a sniper mert olyan szinten világít, mint hogy egy reflektorral, reflektorral kempelne valahol ott a sniper a hegyek, dombok között. Uh, a másik pedig lézerektől, azt mondom, óvakodjatok, tehát minden normális játékos egyenesen a lézert lövi. A másik pedig volt egy nagyon vicces jelenetem az a pályán, hogy uh, volt egy gyerek, és flashlight volt a, 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 fegyverén. Tehát aki, aki figyelt egyszer a Battlefield Friends-et, amikor a Noob így az éjszakában felkapcsolt egy uh, flashlightot, és így kilométerek le látszott, ez pont olyan volt. Tehát, egy gyerek bekapcsolta a flashlightot, és mindenhol fény volt, és nem volt elég egyértelmű, hogy merre mászkáló és a teljes squadja. Tehát így, az ilyenektől óvakodjatok. Tudom, hogy a flashlight egy több praktikus dolog lenne, hogyha közelre kell menni, és meg kell vakítani egy ellenfelet. Ha nem tudod, nincs George gyors gombra beállítva, hogy kibe de akkor nagyon nincs értelme. Nem beszélve arról, hogy a tapasztaltabb játékosnak nem, tök mindegy, hogy megvan-e vakulva, vagy nem. Reflexből a fényre lő, automatikusan ott tartja középen a, a, az egeret, és, és előbb el fog találni. Szóval az infrared híve nem vagyok, <kül> írja le mindegyik ki a véle, mi a véleménye arra, hogy infrared vagy nem infrared ezek a pályára. Én azt mondom, hogy uh, red dot Sight és um, hangtompító. De hangtompító az nagyon jó. Tehát azzal, azzal teljesen mindegy, megválogathatod, hogy milyen játékszülős játszol. Ha akarsz, szemtől, szembe emberásolhatsz, ha akarsz pedig uh, szépen oldalról uh, megközelítheted a csatateret, az ellenfeleket, és, és uh, tök jó megválogatható a ez ezen az éjszakai pályán. Úgyhogy egy, egy, kellemes felfrissülés. Semmiképp sem új, hogyha már egy 900 90 órája battlefield ezel, de egy újszerű élmény a csatákat illetően, mivel hogy azért az annak, aki tényleg nem ismeri jól ezt a nagyon ezt a pályát, az útvonalait, a, akkor azoknak nagyon jó meglepetést tudsz okozni. És élvezete kicsit nézni, hogy az emberek egy picit elvesznek, nem látják a célt, pedig ott van előttük. És ajánlom azért kicsit húzatok azon a Brightness-en, hogy azért jobban lássátok a dolgokat, ne sokat, csak egy kicsit. Szóval nagyjából ennyi lett volna így letudva ez a pálya. Valószínűleg jönnek még játékok, mert úgy élveztem a pályákat, de nagyon szerettem volna, hogy kijön a senke és a Goldmund Révé -E is, és sajnos nem. Nem beszélve arról, hogy, hogy, milyen hibája volt a játéknak az elején, egyszerűen a böngészőből rengeteg hiba volt, sokan elakadtak azzal, hogy a böngésző nem ismerte fel a játékot, hogy fel van telepítve, mások elakadtak a joining servernél, sok problémát hozott még, ráadásul most ilyen hitregisztrációs problémája is lett a, a Frostbite Engine-nek ezzel, hogy behoztak egy pecset és elrontottak a játékot. Na jó, nem, csak viccelek. Uh, egész jó egyébként, szóval nem vészes, tehát a hit regisztráció is jó, meg úgy alapvetően gyors és jól érzékelnek a szervereknek az újpestnek hála, csak persze, ahogy szokott ez lenni, mindig van valami, amiben bele kell um, kötni. Viszont élvezett az éjszakai pálya, és, és érdemes megfontolni a taktikát, de például számomra az infrared az nagyon nem a volt móka. Most ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!